Köszöntöm Önöket, Kadarkai Endre vagyok, újra itt az Élni jó, egy műsor, amelyben megpróbálunk utána járni annak, hogy miért és hogyan jó élni. Elsőként jöjjön Mérő László, matematikus, publicista, pszichológus, játékfejlesztő, az ELTE Pszichológiai Intézetének professzora, elsősorban ismeretterjesztő könyveiről és előadásairól ismert. Kutatásokat végzett többek között a gazdaságpszichológiai, gondolkodási és döntési folyamatok hátteréről, kurzusokat vezet az emberi gondolkodás, logika és intuíció és a pszichológia témájában. Legismertebb művei az Elvek csapodár természete, az érzelmek logikája, illetve az ész segédigéi. Ugye a te filozófiát szerinte azért lógsz ki a pszichológusok közül, mert a többi pszichológussal ellentétben te nem igazán foglalkozol a beteggel, vagy a pácienssel. No, nem igazán, egyáltalán. Egyáltalán. Nem. Téged az egészséges lelkületűek érdekelnek, és hogy miért érzik jól magukat a bőrükben. Amikor épp jól érzik. Igen, rájöttél-e bármire is ezzel nem kapcsolatban? Nem rájönni kellett, hát szóval ennek van elég nagy irodalma is, meg hát valamennyit mi is kutattunk rajta, és mi a kérdés? Hogy mitől érzi jól magát az ember a bőrébe? Attól függ, hogy melyik ember. Tehát, hogy mindegyik más miatt. Pontosabban van néhány alap dolog, amiből összerakjuk a életünket, de az aztán mindenkinél más annak az optimális aránya. Szóval van, akinek az kell, hogy úgy legyenek olyan tevékenységek az életében, be el tud merülni. Van, akinek az kell, hogy legyenek pozitív, szóval szeressék és szeressék, ő is szeressen sok embert. Van, akinek az kell inkább, hogy valami, legyen valami olyan az életében, ami túlmutat a saját életén, és ezeknek az aránya mindenkinél más és más. Szóval, na, egészen pontosan az derült ki, hogy ezek felerősítik egymást, de mindenkinél más és más arány esetén erősítik fel egymást a legjobban. Tehát van, akinek az egyik fontosabb, van, akinek a másik, és ennek megfelel mindenki mástól érzi magát igazán jól a bőrében. Te rájöttél a te saját magad boldogság képletére? Valamennyire persze, ezt látom én is, mert nekem viszonylag nagy ilyen flow igényem van, tehát ilyen elmélyült cselekvés igényem. Viszonylag kevesebb hivatástudat, szóval kevés hivatástudat gyakorlatilag nincs bennem. Tehát ez a fajta komponens, ez minimális, a pozitív érzelmek az úgy átlagos. Kell, hogy az ember tetten érje saját magában ezeknek a komponenseknek az arányait? Tehát kell, hogy tudjam, vagy elég, ha csak működtetem? Nem biztos, hogy kell, hogy tudja az ember tudatosan, mert ő még működtethet, és van, aki tudatosan tudja, és nem tudja működtetni. Olyan is van. Mi a gát szerinted? Általában most ugye nem lehet különálló megoldásokról beszélni, de mi a leggyakrabban megfogalmazható gát? Az, hogy nem, hogy valójában nem elégedett azzal, ami neki jó. Tehát nem hiszi el, hogy neki tényleg az a jó. Ami éppen osztályrészéről adatott? Nem, hanem amitől ő jól érezné magát. Tehát nem hiszi el, hogy neki erre vagy arra nincs szüksége, másra meg többre van. Másból meg többre van. Ez minek a kérdése? Önismereté, önreflexiói, hát, élettapasztalaté, intellektusa? Mindené. Ez az önismeret szó egy kicsit így elinflálódott, mert vannak ezek az önismereti tréningek, meg ilyesmik, amik nem azt mondom, hogy hülyeségek, de nem önismeretről szólnak, akkor már inkább önszeretetről. Ami fontos persze, hogy tanuld meg szeretni magadat, de nem így hívják, hanem önismeretnek. Egy önismereti tréningről nem derülhet ki az, hogy te egy szörnyeteg vagy, miközben lehet, hogy az vagy. Az önszeretet viszont, ugye arról kell, hogy szóljon, hogy felfedezzem magamban a vélt vagy valós pozitív tulajdonságokat? Nem feltétlenül, hanem hogy tud meg szeretni azokat, amik vannak. Az hogy kell, hogyha egyébként nem szeretem? Akkor sehogy, akkor pehjed van. Azt nem lehet valahogy háziasítani? Úgy egy picit... Hát egy hozzáértő pszichológus azért ebbe tud segíteni, de nem könnyű. Neked van olyan tulajdonságod, jelenvalóságod, amivel például nagyon nehezen békültél meg, de végül is valamennyire kihoztad döntetlenre? Van persze egy csomó. Mondasz is példát, ami még ránk tartozik? Biztos.
Szóval van egy csomó eset, amikor bizonyos dolgokat jobb elengedni az embernek a füle mellett. Mivel jár, ha nem engeded el? Megbántod a másikat? Vagy hülyeséget csinálok. Szóval, na most éppen ebben az új könyvemben, ebben a tökéletes tökéletlenségben leírtam egy példát erre, amikor amit egy hallgatómtól tanultam meg, hogy jé, de jól csinálta, miközben hát ő is tanult tőlem bizonyos dolgok. A példa az volt, hogy a hallgató egyszer csak odajön egy óra után, és megkérdezi, hogy te zsidó vagy. Azonnal elküldtem a francba, így gerincreflexből. A következő percben nagyon szégyeltem magam. Mert a normál tanári reflexem az lenne, hogy megkérdezem, hogy ezt miért kérdezed, és hogyha valami hülyeséget mond ráérek, akkor elküldeni a francba. De valahogy mégis elküldtem rögtön. Most a lány szerencsére elengedte a füle mellett, és rögtön rátért arra, hogy miért kérdezte, mert a barátja, aki zsidó volt, meghalt autóbalesetben, és hát most szeretné valakitől megkérdezni, hogy hogyan kell viselkedni egy zsidó temetésen. Mennyire tehát, más értelmet nyer egy ilyen kérdés? Persze, hát ez egy szóval teljesen abszolút korrekt, tisztességes szándékkal. Jó, a lány annyiban nem teljesen ártatlan, hogy ezt nem így kell megkérdezni. Na de ez nem az ő hibája, hanem a tanáraié, meg a szüleié, akik nem tanították meg ezt neki, és akkor már az én feladatom, ha már most én vagyok a tanára, hogy megtanítsam. Tehát szóval nem mondom, hogy teljesen hibátlan volt a dologba ő, de nem tehet róla. Én meg azonnal egy ilyen felcsattantam. Amit én a lánytól megtanultam, az ez, hogy egyszerűen elengedte a füle mellett azt, hogy felcsattantam, meg ráripakodtam, hanem elkezdte mondani, amit akart. Meg tudtad tanulni ezt a lánytól, vagy csak mit tanulod? Mit tudom én? Hát tanulom, szóval neki ez jobban megy, nem véletlenül pszichológus hallgató. Ugye azt mondtad, hogy biztos tőled is nagyon sok mindent tanultak, és tanulnak a diákok. Azt mondtad, hogy most már, hogy éltesebb korba léptél, sok mindent tőled akarnak hallani, és én vélelmezem, hogy ez nem feltétlenül a matematikára vonatkozik, mint mondjuk egy 40 éves szaktársattól. Persze. Mit például? Igazából nem tudom ennyire pontosan, de sok mindent. Életfogytigvaló tanulásnak a példájaként szoktam amúgy is mondani. Mondjam szó szerint? Mondhatod nyugodtan. Hát, hogyha valaki 50 év is koráig nem tanul meg puha fasszal baszni, annak sanyorú öregkora lesz. Bár pedig ezt nem tudom másképp kifejezni, szóval, hogyha ezt kevésbé durva szavakkal fejezem ki, úgy egyszerűen értelmetlenné válik. És kipróbáltam akár hallgatókkal is, hát végül is 18 éven felüliek a hallgatóim mind, és abszolút reagálnak rá, értik, hogy miről van szó. Tudod, mi a vicc? A lányok jobban, mint a fiúk. Nem tudom, hogy miért, ezt még majd rá kell jönnöm. A lányok jobban értik. Én az érteni vélem, hogy miért gondolják ezt a lányok magukra vonatkoztatva autentikusabbnak. Te szoktál is a katedrán bölcseleteket mondani? Lehetőleg nem. Miért? Mert miért mondjak? Szóval mert... Na, mert kíváncsiak rá például. Nem kíváncsiak. Arra kíváncsiak, hogy mi az, amit meg kell tanulni, és arra kíváncsiak ezen kívül, hogy én mit, hogy látok esetleg. Bölcseletekre nem kíváncsiak, azokkal teli van a padlás. Szerinted vannak az életben bölcseletek? Olvas egy kis Müller Pétert, vagy Csernust. De úgy értem, ami mondjuk a te számodra cölöpök. Elvek. Igazodási pontok. Én az Elvek csapodár természete címmel írtam egy könyvet meg. Szóval nem minden elv. Szóval én a túlmerev elvek azok életveszélyesek. Miért? Azért, mert nincs hova visszavonulni belőlük. Korlátoznak? Igen. Jó, hát erre is van egy standard sztorim, amit így abba a könyvben meg is írtam, meg szoktam elmondani. Tehát amikor az az egy forintos lány, akivel egy összejöttünk még egyetemista koromba, egy lányjal, nagyon tetszettünk egymásnak, és már valami el is indult, de azt egyszer csak a lány azt mondta, hogy én profi vagyok, én ezt csak pénzért csinálom. Amire kapásból azt válaszolta, hogy köszönsz pénzért, nekem nem fér bele, meg nem. De azért beszélgettünk tovább, mert izgatott a csaj, meg őt is izgattam szemmel láthatólag én. Azt egyszer csak az egyik érvemre nagy árengedményt ajánlott,
De hát erre is azt mondtam, hogy köszönöm, hát nem, szóval nekem ez pénzért nem fér bele. De aztán egyszerre csak, nem emlékszem elve, de emlékszem, hogy mi volt az az érvem, mindegy mi, amire meg azt mondta, hogy na figyelj, legyen egy forint, és erre egymás kezébe csaptunk. Na most én voltam az, aki az elveimet feladta, no, ő áldozott be többet, tehát mondjuk nem 2 forinta árfolyama, ha tényleg profi volt. Nem vagyok biztos benne egyébként így 50 év távlatából, hogy tényleg profi volt. Nem azért, mert nem jól csinálta, baromi jól csinálta, hanem azért, mert most így, mai élettapasztalatommal az az érzésem, mondom, egy szuperértelmes leányzó volt, az az érzésem, hogy ő egyet nem akart, hogy egymásba szeressünk, és hogy volt valami pasia valahol távol. Ettől való féltében próbált az egészet így formalizálni. Nem formalizálni, hanem távolítani. Távolítani. Tehát végülis az ember nem szeret bele egy kurvába, és egy kurva nem szeret bele a kliensébe. Ezt sikerült is elérnie teljesen jól. Viszont lehet, hogy izgatta a dolog, ki akarta, hogy próbáljuk egymást, de nem és ezt nagyon a lehető legokosabban ért el, ha tényleg ez volt a cél. Most én hajlok rá, hogy ez lehetett. Ilyenekre te például már deres fejjel visszagondolsz, és próbálod megfejteni? Tehát életednek egy-egy másik ilyen sztoriát, történetét, aspektusát? Nem, sosem nem? Megfejteni. Megfejtődik. Megfejtődik? Igen. Mi által? Annál, hogy valahogy bevillan, hogy jé, ez inkább így lehetett. Ez mindenkivel így van most szerinted? Nem tudom. Nem biztos. De például csodálatos matek tanárom, Herceg János, nemrég halt meg egyébként, Rász tanár úr díjas, stb. Szóval tényleg egy nagy ember volt. Ő valahogy nekem mindig volt egy olyan érzése, hogy ő engem nem szeret, mert mit tudom én, mert a csodálatos didaktikájára nem igazán voltam vevő. Sok-sok évvel később hallottam egy matek tanár kollégától, hogy a Herceg tartott egy előadást valahol, egy matematikus tanári konferencián, és ott úgy didaktikáról erről-arról beszélt, hogy ezt meg azt hogyan szokta megértetni a gyerekekkel, és ott mondta, hogy vannak kivételek, mert itt volt például, és akkor mondta, hogy én, aki valahogy nem így működött, hanem úgy, hogy körbeugrálta a problémát, és aztán talált egy lukat, és ott beszaladt. Na, szóval hogy pontosan látta, hogy az, amit ő didaktikából csinál, az valahogy nem nekem szól, nem is zavar soha, tehát egyetlen egyet ragaszkodott, hogy a matek órán matekkal foglalkozzak, de hogy milyen matekkal, az nem érdekelte. Tehát, hogyha matlap példákat oldotta meg a helyet, hogy az órára figyeltem volna, az rendben volt részéről. Ha már itt említjük a férfinő dinamikát, te például az egyik olimpia után kifejtetted, hogy amíg hosszú Katinka a szerelmével kooperálva ért el 3 aranyérmet, tudomásod szerint írtad ebben a cikkben, Kozák Danuta is szerelmes volt, szintén 3 olimpiai aranyat, zsákolt be azon az olimpián, és 100 MS-e szintén egy felfokozott érzelmi állapotban volt. És én ebből azt a következtetést mondtam le, hogy te akkor nagyon hiszel a szerelem, nem is tudom milyen megtermékenyítő vagy inspiráló erejébe, teljesítményfokozó erejébe? Nem hinni kell ebbe, ez ténykérdés. Le van vezetve tudományos módon? Tudományosan az a baj, hogy a pszichológiának tulajdonképpen sokkal kevesebb mondani valója van a szerelemről, mint mondjuk az irodalomnak, vagy a képzőművészetnek. Ez kicsit szégyen is a szakmámra, a pszichológiára, de így van. De hát az irodalomból azért ez teljesen egyértelmű, meg világos. Azt is mondtad, hogy te tulajdonképpen a szerelemről tudod dolgaidat, azért te azt a művészetből nyerted. Persze, jobbára igen. Meg lehet tanulni a szerelmet, vagy annak a dinamizmusát? Nem megtanulni, hanem megérteni, vagy valahogy ráérezni. Pusztán attól, hogy Stendhalt, és nem tudom, mit olvas az ember? Tolstoyt? Hát pont Tolstoy, nem. Dehogy nem, de a Tasarosztova, hogy ne. Hát, hogy az Annak Kareninában szerintem az elég rétegzetten van megfejtve az, hogy lett szerelmes az ember. Igen. Pont azt nem ismerem sajnos annyira, pedig a kezdő mondatát még idézem is, de... Ott szerintem az az érdekes, legalábbis az én emlékeim szerint, hogy amikor találkozik Vronszkijval, akkor nem is tűnik ez számára egy revelatív találkozásnak. Hazamegy, és az addig jól működő házasságának középpontjában egyszer csak azon az estén észreveszi, hogy a férjének szőrös a füle.
ami eddig nem tűnt föl. Uh-huh. És valószínű, hogy ez a fajta másik látószög, vagy ami így életre hívta mindezt a megfigyelést, azért ez nyomon követhető egy szerelem indulásakor. Ez gyönyörű, ezt nem nagyon ismertem sajnos. Igen. Lehet, hogy kénytelen leszek még elolvasni ezt is. Hát én erre nagyon büszke leszek, hogyha ennek a beszélgetés nyomán fogod elolvasni az Annakkal ennyirát. Uh-huh. Szóval azt mondod, hogy például a könyvek, a művészet, a festészet által nagyon sok mindent megtudhatunk az életről? Persze. Persze, más mint a tudományból. Megmondom miért. Mert a tudomány az tulajdonképpen az egyetlen olyan megismerési módszer, ami ragaszkodik ahhoz, hogy nem csak azt tudjuk, amit tudunk, hanem azt is tudni kell, hogy azt honnan tudjuk. Általában nem tudod, hogy amit tudsz, azt honnan tudod. Azt biztos, hogy tudod, mondjuk, hogy Franciaországnak mi a fővárosa. Honnan tudod? Tehát, hogy nincs meg a keletkezés történet a fejemben. Igen, pontosan. Tehát majdnem minden tudásunknak a forrása ismeretlen számunkra. De tudjuk azt szerinted adaptálni jól és pontosan, hogy mit olvasunk az Annak Kareninában később, amikor egy ilyen élethelyzettel találkozunk? Nem. Még az is lehet, hogy máskor meg mást interpretálunk belőle, de valamire rezonálunk. Tehát a művészetben nem kell tudni, hogy amit tudunk, azt honnan tudjuk. Meg az másba se, a meditációba se, a hitbe se. Tehát a hitbe például egészen szélsőségesen nem, ott nem is szabad akarni tudni, azért hit. Tehát azért hiszem, mert más módon nem felfogható. A tudomány pont ennek az ellentéte ilyen értelemben, és a kettő egyáltalán nem zárja ki egymást, az azért sokszor kiderült. Téged is tudott a szerelem ilyen nagy-nagy teljesítményfokozásra késztetni? Tehát jobb Mérő Lászlót kap az emberiség, vagy kapsz te saját magadból, amikor szerelmes voltál, vagy? Lehet. Nem tudom, mert Hosszú Katinka esetén nagyon világosan látszik, mert hát például, hogy Gyárfással, Tamással összeugrott, mert Gyárfásék elérték azt, amit az ő módszerükkel el lehet érni, olimpiai negyedik lett, az azért nem semmi. De úgy látszik, több is volt ebbe a nőbe, hogyha szerelmes is a valakibe. És amióta nincs Shane to Sapp, vagy hogy kell kiejteni, mindegy, amióta nincs, azóta Hosszú Katinka nem is ért el nagyon komoly eredményt. Te ennyire kéz a kézben járónak látod ennek a hatásmechanizmusát? Itt ebben az esetben igen. Tehát erről írtam is, szameg. De nem feltétlenül, tehát van, akinél nem így működik, van, akinek más kell, vagy más működik ilyen doppingként. Szóval nincsen ilyen, hogy valami mindenkinek jó legyen. Jó, élni jó, ez talán, de még ez is van, akinek még nem. És hát mitten például, hogy apám az utolsó fél évében már nem akart élni. Tehát neki elég volt, azt mondta, hogy köszönöm, értem ennyit. 87 évet, tehát nem keveset, és ráadásul ki lehet számolni, hogy nem ez, a történelem nem ezt írta neki, úgyhogy van egy jó német szó erre, hogy Lebensatz, tehát hogy jól lakott az élettel, és magyarul ennek így hülyén hangzik, németül meglepően, szóval néha nagyon precíz tud lenni a német nyelv, valóban ilyen is van, és akkor neki már nem olyan élni, olyan is van. Te szeretsz élni? Én nagyon. De előbb-utóbb el fogok használódni, mert nem végtelenre vagyunk tervezve. Viszont azért tudatosan éled az életet, tudomásom szerint a cigarettát például letetted. Mert beszólt a szervezetem, és akkor úgy döntöttem, hogy nem örökre tettem én azt le, tehát ha egy kis szerencsém van, fogok még dohányozni majd, akkor már nem ezen múlik. Azt tudja az ember, hogy már nem ezen múlik? Szerintem igen. Persze, hogy tudja, hát az ember azért, szóval, ha egy kicsit is odafigyel magára, meg észreveszi, hajlandó észrevenni, akkor észrevesz. Mint apám is pontosan tudta, és orvosok is megmondták, hogy hát ilyenkor még pár hónap szokott lenni, és annyi is volt. Nem is akar többet, már annyit se igazából az utolsó fél évben. Meg is értem, arra már nem volt kíváncsi. Nézd! Ha valaki mondjuk egy internetes játékfüggő,
Leszokni róla csak úgy tud, hogyha valamivel helyettesíti, de nincs olyan, hogy egy függésről leszoksz csak úgy. Na most nem mindegy, ha kokain, vagy mit te, hogyha mondjuk heroinnal helyettesítené, akkor már inkább a heroint helyettesítje azzal, hogy játékfüggő vagy tanulásfüggő lesz. Ha mit te mondjuk tanulással helyettesíteni, akkor lehet, hogy azt mondom, hogy helyettesítsd. Ha már a számítógépes játékokat említed, ugye ti találtátok ki a World of Warcraft kvázi elődjét? Hát egy kvázi elődjét, igen. Csak rosszkor, mert hogy akkor még az internetes klíma még nem tette lehetővé, hogy ez egy világsiker legyen, igen. Ugye ez egy számítógépes játék. Igen. Elgondolkodtam ezen a kimerevített pillanaton, de valószínűleg nem vagyunk ilyen értelemben egyformák. Hát én életem végéig azt mantráztam volna, lehet, hogy rezignáltan, de belül a kis ördög végig ott ült volna a vállamon, hogy velem mennyire kibabrált az élet, hogy miért nem 10 évvel később csináltuk meg mindezt. Pekes szerkentyű vagy. Én ezen simán túl tudtam lépni, hát, mert szóval kell csinálni más, majd egyszer valamikor csak jókor fog jönni. Szóval, meg ha nem, az se baj. És az hogy tudja elintézni magában az ember ezt az utolsó mondatot? Hogyha nem, az sem baj. Úgyhogy, szóval tényleg nem, szóval én nem tartom olyan fontosnak azt, hogy mit tenni, mondjuk nagy dobásom meglegyen. Csináljuk a dolgunkat, próbáljunk meg lehetőleg jó dolgokat csinálni, és de most a nagy dobás, hát az annyi mindenem múlik. Nagyon sok minden nem múlik be, de szerintem, mikor annyi idős voltál, mint én, akkor nem feltétlen így gondolhattad. Ott hagytad például a matematikát, vagy valamennyire hátat fordítottál neki, mert mondjuk rájöttél arra, hogy Lovász László, a Tudományos Akadémia későbbi elnöke, sokkal tehetségesebb, mint nem, te? Nem azért fordítottam én hátat neki, arra rájöttem, arra nem lehetett nem rájönni, mert látszott egyszerűen olyan dolgokat lát, amit én legfeljebb kiszámolni tudok jó esetben. Tehát ez a tehetség, hogy lát dolgokat. Tehát arra az nem rájönni kellett, hanem az, ha hazudni kellett volna magamnak ahhoz, hogy letagadjam. Ezt egyébként jó néhányan megteszik, nem arról van szó. Tehát az egy lehetséges út, hogy az ember leéli az életét egy hazugságba, vagy egy öncsalásba. Nem is biztos, hogy árt. Mert legalább csinálja a dolgát, szóval. Tehát én még azt se gondolom, hogy feltétlenül baj, vagy kerülni kell az öncsalást. Már csak azért is, mert az mindenkinek megy. Aki okosabban, az okosabb öncsalási rendszer tud csinálni, aki butább, az kevesebbel is beéri. Úgyhogy az mindenkinek működik. Viszont akkor nem ez volt, hogy az ambíciód útjában állt mindez? Nem. Igazából nekem soha se volt ambícióm. Tehát ha valami belőlem világéletembe hiányzott, az az elhivatottság. Mi mozgatott akkor? Egy feladat, egy társaság, egy csapat, egy kihívás, bármi. És a kudarcon, mint olyan, mert azért ezt próbálom kapargatni, szerintem az élet egyik legfontosabb tantétel, hogy azon hogy lépjünk túl, hogy barátkozzunk meg vele. Úgyhogy jön egy következő kihívás. Te például ilyen értelemben remekül zsilipelsz? Megtörtént, véget ért? Én még egy napon belül is, én egy viszonylag szerencsés alkat vagyok annyiba, hogy elég könnyen állok át valamiről valami másra. Tehát most itt beszélgetünk erről, egy fél óra múlva órát fogok tartani egész másról. Tehát ez alkat kérdése. Ismerek olyat, aki nagyon nehezen áll át, az lényegében egy nap csak egy dolgot tud csinálni, és azt jól csinálja, tehát nem arról van szó, hogy egy lelki nyomoronc. Viszont ezt elmondod, hogy miért lett eleged végül is a matematikából? Nem lett elegem belőle, más jött. Más jött. Nem lett elegem belőle, tehát alakulhatott volna úgy az életem, hogy matematikusként, vagy te mondjuk, de szóval a nemzetközi másod vagy harmadosztályban jó, megállom a helyem. Azt keveselted volna? Nem. Nem? Miért keveseltem volna? Hát lovásszal úgy sem tudok versenyezni. Nem is kell. Egyébként meg, figyelj, annyi minden van a matekban, meg minden másban is, hogy ha a lovász mondjuk, mert azért a lovász, ha mondjuk nagyon akarja, vagy ki akar velem cseszni,
akkor egy hónap alatt meg, és én matematikus vagyok, akkor egy hónap alatt megcsinálja a matematikai életművemet. Mennyivel tehetségesebb. Ha ezt teszi, akkor egy hónapot elpazarolt az életéből, mert valami olyasmivel foglalkozott, amit egy olimpiai bronzérmes is meg tud csinálni, nem kell hozzá egy háromszoros aranyérmes, ami ő. Na, ezre később jöttem csak rá, de ez nagyon így van. Tehát nyugodtan van helyed a világban akkor is, hogyha vannak nálad sokkal jobbak. Ez az érettség kérdése is szerintem, amikor az ember ezt fiatalon be tudja ismerni magának. De egy csomó olyan, nem csomó, de volt, vagy 3-4 olyan évfolyamtársam, akik nálam versenyeredményei gyengébbek, tehát nem hogy a lovásszal, de még velem se igazán tudott versenyezni, és egész jó matematikus lett belőlük. Pontosan ezért, mert valahogy nem zavarta őket, hogy a lovász ennyivel jobb, vagy mások is. Téged ez idő szerint az élettel kapcsolatban, ami mondjuk rímel az élni jóságra, mi foglalkoztat, ha foglalkoztat? Hát sok minden foglalkoztat. Tehát foglalkoztat persze az is, hogy öregszem. Tehát, hogy érzem, hogy még szellemileg talán kevésbé. Tehát egyelőre sakba tartom az élőpont számomat így a neten, meg úgy viszonylag gyorsan meg tudok írni ezt-azt. De ezzel együtt látom, hogy fizikailag persze meg sokkal feltűnőbb. Tehát futni már egyáltalán nem tudok. Szóval meg, tehát fizikailag persze, hogy öregszem. De szóval azt foglalkoztat, hogy amíg úgy érzem, hogy jól érzem magam a bőrömben, addig lehetőleg érezzem magam jól a bőrömben. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm. Mérő László után jöjjön Szövényi Lux Balázs, aki 8 éves kora óta filmrendező szeretett volna lenni. Hosszú utat járt be, de sosem adta fel. Autodidakta módon tanult meg kamerát kezelni és vágni. Kitartásának és megszállottságának köszönhetően megvalósította gyerekkori álmát. Romantikus munkáiból megtudhatjuk, mit gondol az első látásra történő szerelemről, összetartozásról, az elválásról, úgy egyáltalán a szerelem misztériumáról. Az Instagramon a meghatározásod közt szerepel egy ilyen kifejezés, hogy romantic dreamer. Uh-huh. Tehát, hogy romantikus álmodozó. Igen, így neked van. Ez az identitásod? Ezt én szerintem körülbelül 4-5 éve írtam, és azóta nem változtattam meg, de remélem, hogy ez megmaradt. Mostanában újra visszatérni látszik. Szóval vannak olyan időszakok, amikor úgy vagyok, hogy vagy a romantikus, vagy az álmodozót ki lehetne húzni a felsorolásból, de azt hiszem, hogy igen, tehát gyerekkorom óta az, hogy álmodozó gyerek voltam, és elég romantikus, ez megmaradt, és ez végigjött velem. A te esetedben mit jelent az, hogy romantikus? Talán azt, hogy nagyon tudok szeretni. Tehát, hogy én nagyon tudok valakihez kapcsolódni, nagyon meg tudok szeretni egy embert, és idealizálni is nagyon tudok valakit, ami egy elég veszélyes dolog, ezt meg kellett mindig tanulnom, hogy mi egy másik ember, és mi az én fejembe élő másik ember, például egy szerelem esetében. Ezt hogy lehet elválasztani tudatosan? Hát, már hogy különbséget tenni? Önismeret. Tehát azt gondolom, hogy tudni kell magunkról, hogy mi milyenek vagyunk, hogy képesek vagyunk a másikat nagyobbnak látni, szebbnek, vagy talán hozzánk jobban kötődőnek, mint amilyen valójában a másik ember. De ez egy természetes folyamat. Tehát az emberben elindul ez a fajta érzés, akkor óhatatlanul idealizálja a másikat, nem? Igen, azt gondolom, hogy ilyenkor kell filmet csinálni, meg regényt írni, meg verset írni, és a másik embert meghagyni a másik embernek. Persze ez egy szinte lehetetlen küldetés, azt gondolom, mind csináljuk talán ezt az idealizálást. De a romantikus különben abban is benne van, nem csak így konkrét személyekhez kapcsolódva, hanem úgy is megvan nálam, hogy mondjuk egy zene mit vált ki belőlem, vagy egy vers mit vált ki belőlem, vagy mihez kapcsolódok igazán mélyen. Tehát mondjuk én egy József Attilához, vagy egy Utasi Holdvilághoz én elementárisan tudok kapcsolódni, míg más versekhez inkább csak intellektuálisan. Az elementáris alatt azt érzed, hogy nem tudom én, megkönnyezed, kiszakad a lelked,
órákig a hatás alá kerülsz. Pezseg a gyomrom, utána melegség van a tüdőmben, libabőrös leszek tőle. Egy József Attila verstől? Igen, igen, igen. Van ilyet is ki tud belőlem váltani, de leginkább talán a zene. Tehát a zene az a csúcs nálam. Tehát talán ezért is vagyok filmrendező, vagy gyerekkoromban is így indult az egész, hogy zenék. Tehát én ebben nagyon síros kisbaba voltam, nem tudtak elaltatni, és akkor berakták nekem a Vivaldi 4 évszakot, Mozart, különböző ilyeneken. Így aludtam el. Tehát így tudtak elaltatni. Tehát azt hiszem, hogy nekem nagyon mélyen, ha úgy vesszük a Chopinek, meg ezek a romantikus zeneszerzők, vagy akár nem is a romantikusak, de ezek a nagyon érzelmes, nagyon, nagyon lélekre ható zeneművekkel nőttem föl. Nekem sok tesóm van, és én lettem a legelszálltabb ilyen szempontból. De ez mi múlott? Hát ez nagyon érdekes. Nem tudom, gének, kegyelem, nem tudom, tehát hogy... Te szereted magadban mindezt? Tehát örülsz, hogy te ilyen vagy? Akkor, amikor alkotni kell, akkor igen, mert azt élem meg, hogy olyan dolgok, amik másoknak talán tudatosan meg kell csinálni, végig kell gondolni, ez nekem automatizmus lesz, tehát nekem így jön, tehát én ez ösztönből tudok olyan, a legjobb soraimat, a legjobb jeleneteket, azokat ösztönből írom meg általában, vagy a legjobb pillanatokat ösztönből álmodom meg, és azt gyorsan le kell ilyenkor jegyzetelnem, ne felejtsem el egy képsorozatot, egy beállítást, egy mondatot. Ezek nekem nagyon automatikusak. Máskor azért a hétköznapokban nem mindig egyszerű. Szóval nagyon sok cinikus ember van a világban, ma szerintem cinikusabb a világ, mint valaha. Kinevetnek? Igen, nem is a klasszikusan kinevetnek, hanem ez az összesugást érzi néha az ember, hogy valamilyen kis alien vagyok, valamilyen kis UFO vagyok egy olyan néha közegbe, ahol inkább ugye mindent fogjunk vissza, és legyünk farccal, menjünk csak úgy. De hol érzed mindezt? Megmondom őszintén, a szakmában is ezt érezni. Még a filmszakmában is érződik egy picit, bár nem feltétlenül, de én ezt éreztem például iskolában. Tehát azért még egyetemen is néha, meg kell, hogy mondjam. És aztán ezért is nehéz, hogy meg kell találnom hasonszőrűeket azért ilyenkor, ahol önmagamnak érzem magam, és nem egy aliennek, vagy egy ilyen fura szerzetnek. Te egy ilyen holdkóros, szentimentális kívülálló voltál? Az ő szemünkben? Valószínűleg igen, megmondom őszintén, hogy de nagyon, nagyon el is bújtam. Tehát az az igazság, hogy például nálam a gimnáziumban nem volt evidencia, hogy én ilyen nagyon filmes művész vagyok. Utána jött a felvételi a Filmművészeti Egyetemre, és az nekem egy óriási koppanás volt. Kétszer nem vettek fel, Kétszer ugye? Nem vettek fel, igen. Az elsőt azt jobban megemésztettem, még olyan szempontból, hogy úgy voltam, hogy nem baj, akkor másodszorra. És a második az meg egyszerűen egy olyan élmény volt, hogy két külön oázis vagyunk az asztal két végében, tehát azok, akik engem felvételiztettek, meg én, és ezzel nem őket bántom, vagy okolom semmiért, csak... Belebetegedtél? Hát azért ez a köztes időszak volt az, ami nekem nagyon mély volt valahol. Valószínűleg azért, mert nem volt irány. Tehát akkor Magyarországon vagy filmművészeti egyetem volt, vagy semmi. És én miután ugye nagyon pici gyerekkorom óta ezt szerettem volna csinálni. Tehát én ezt nem 21-22 évesen találtam ki, hogy tényleg úristen ez engem érdekel, hanem tényleg pici gyerekkorom óta, és ezért ezt mondtam a bemutató körül, hogy 32 éves vagyok, és nekem ez 22 év volt körülbelül. Tehát, hogy ez bármilyen hihetetlenül hangzik, én már nem szerettem gyerek lenni, fel akartam nőni nagyon hamar. Szóval én azt a mélységet éltem akkor meg, ami a magányt. Tehát egy ilyen abszolút magányt. Tehát szerelmi szempontból is volt egy nagyon nagy csalódásom akkor, és igen, az a legnehezebb talán az ember életében, amikor se szakmailag, se lelkileg se párkapcsolat szempontjából nincsen egy biztos talaj. És az találkozott, az igen, a két rossz. Igen, igen, az egy időszakban volt mindez, tehát mondjuk úgy, hogy csupa visszautasítás volt az életem. Tehát akkor csak semmi másról nem szólt, mint arról, hogy én nagyon szeretnék valamit csinálni. Minden évben így is csináltam egy kis játékfilmet, teljesen önerőből, ilyen kis amatőrfilmeket, tényleg ilyen 4-5 fős baráti stábbal. De azt láttam, hogy ezeket én csinálom, mindig így rengeteg energiát belőlök, és nem látom azt, hogy lehet innen előrébb lépni, hogy fogok innen oda lépni, hogy valóban filmet tudok csinálni, valódi színészekkel, valódi stábbal. Akkor valószínűleg azt gondolja az ember, hogy nem jó dolog élni. Hát az az igazság, hogy én olyan rosszul voltam egy ilyen 1-2 éven keresztül,
hogy még orvosoknál is jártam, meg megvizsgáltak, hogy most mi van. De fizikai tünetekkel? Fizikai. Tehát, hogy én annyira fáradt voltam például, fizikailag annyira nem volt erőm, hogy alig tudtam fölkelni, és akkor még a Pázmányra jártam egyetemre, de én egy fél évet majdnem kihagytam teljesen. És mind ennek lelki okai voltak? Biztosan. Biztosan, mert ma egészséges vagyok, és nem találtak azóta se, meg akkor se semmi konkrét fizikai kiváltó okot annak, hogy miért vagyok ilyen, vagy miért nem tudok szinte járni az utcán, vagy miért éreztem azt, hogy iszonyatos erős szédüléseim voltak. Ezek különben nagyon ijesztő tünetek, és én nem tudtam, hogy ez egy pszichoszomatikus akkor, csak mindig vicceltek vele, mert eleve nagyon érzékeny ember voltam, és mindig viccelődtünk abban, még otthon is, hogy jó, én olyan vagyok, mint a Woody Allen, hogy mindig találok valamit, ami miatt úgymond meg akarok halni, aztán semmi bajom nincsen, de az ott nem volt már vicces. Tehát ott már egy olyan ponton voltam, hogy nem csak az van, hogy jaj, itt egy anyajegy, nézzük meg, mi van, inkább ez mai szemmel a humoros ilyen hipokonderség igazából, de ez egész más volt, szóval ez nekem egy hosszantartó, kb. 2 éves időszak volt, amikor tényleg úgy éreztem, hogy talajtalan vagyok, és... Ha akkor azt mondja neked valaki, hogy azért ebből lehet egy sikeres pálya, egy picit légytürelemmel, elhitted volna? Talán segített volna, csak én abban gondolkodtam, hogyha most ennyire gyenge vagyok, ennyire nincs erőm, akkor hogy fogok valaha filmet csinálni, hogy ki lehet ebből jönni? Ugye ez picit olyan, ezt az állatoknál szokták mondani, hogy amikor egy kutyának az ember fájdalmat okoz, ők nem ismerik a jövőt meg a múltat, és akkor ilyen pánikba esnek, például egy oltásnál is, azért van nagy pánik a kutyánál, mert ő nem tudja azt, hogy ez a 5 másodpercig tartó fájdalom, az mindjárt megszűnik, ő nem érti ezt. Tehát nekem egy kicsit olyan voltam, mint egy szerencsétlen kis háziebb akkor, hogy nem láttam azt, hogy oké, van ez az időszak, de ebből ki lehet jönni. Hát valahol valamilyen szinten azt hiszem a depressziónak is ez az egyik sajátja, hogy az ember nehezen hiszi el, hogy ebből van kiút. Benne vagy, és akkor ez felemészti a kreatív energiáidat is. Tehát ez volt a nehéz, és ez mese, hogy vagy nem mese, de az én esetemben ez nem volt teljesen igaz, hogy ebből a nagy mélységből születnek a legjobb dolgok, meg akkor, tehát akkor én olyan állapotban voltam, hogy nem is éreztem inspirációt, hogy írjak, hogy alkossak. Mi hozott ki mindebből? Én elmentem egy francia közösségbe, egy ökumenikus közösségbe, nekem volt mindig is valamilyen gyermeki hitem, így nőttem föl, de ezt is teljesen elvesztettem. Tehát én eldöntöttem például magamban, hogy az egyik legfontosabb pont az életemben, hogy van valami értelmes rendezője az életnek, tehát hogy nem véletlenül vagyok itt, ez teljesen megszűnt. És egy ilyen hívást éreztem magamba, bár úgy voltam vele, hogy semmi ilyen negédes dologra nincs szükségem, ráadásul ugye bármennyit imádkozik az ember, ugyanolyan rosszul éreztem magam, tehát hogy ebből hát az ima nem hozott ki, akkor inkább hagyjuk is ezt az egész témát. És elmentem egy ilyen ökumenikus közösségbe, és ott eltöltöttem 2 hetet. És ez évközben volt, októberben, és a Dél-Franciaországban azért, mert a svájci határhoz közel van ez a hely, elég hűvös volt már is, és emiatt ott sok fiatal volt, nagyon sok korombeli fiatal, aki szintén útkeresésben volt. Tehát ez egy nagyon érdekes helyzet volt, amikor azzal találkoztam, hogy sokan vagyunk így a világban, és nagyon sokat segített, tehát hogy egymással beszélgettünk, és én csak én magam lehettem ott nem volt semmilyen megbélyegzés, vagy tényleg... Nem érezte az ember, hogy a másik méricskéli, hogy nagyon őszintén tudtunk beszélni. Ez egy olyan hely, ahol az ember sok száz ember együtt tud mondjuk például imádkozni, tehát lejön az emberről csomó fölösleges réteg. Nagyon tisztán jelenünk meg egymás előtt, és ott éltem azt meg, hogy mondogatták nekem, hogy Úristen Balázs, te rendező vagy. Tehát az egész éned ilyen, hát most is rendezkedsz meg így, ahogy elkezdesz beszélni, az ötleteidről így ragyogsz. És átkattintott a fejedben, hogy lett hirtelen ennyiben önbizalmad. Igen. Elhittette magad, hogy képes vagy mindenre? Igen. Meg csak ezen múlna? Részben, tehát azt hiszem, hogy nagyon-nagyon sok múlik azon, hogy tényleg milyen közegben van az ember, és egyszerűen azt megérni, hogy nem vagyunk egyedül a saját érzéseinkkel, meg az állapotainkkal is, és valahol tényleg a külső teljesen szűz szem, tehát az, amikor egy amerikai, francia, egy ázsiai, vagy tudom, egy kínai, meg egy hollandal beszélgetsz egy kis csoportba, és nagyon más emberek, nagyon más kulturális háttérrel adnak neked visszajelzéseket, úgyhogy sose láttak semmit, amit csináltál. Ez egy nagyon mély, tényleg olyan, mint egy önismereti terápia lett volna nekem az a 2 hét, és hát a saját mondjuk úgy hitem szempontjából is nagyon erős időszak volt, mert ott kezdtem rájönni arra, hogy
mondjuk úgy, hogy máshogy működik ez a Jóistennek nevezett igazság vagy valóság, mint ahogy tanuljuk ezt gyerekként. Szóval ez egy másik nagyon nehéz dolog. Azt hiszem, hogy az ember a felnőtt hitét meg kell, hogy találja a gyermeki naivitásból, és le kell győzni ezt a csapdát, hogy azt gondoljuk, hogy a Jóisten ez egy pénzautomata, hogy bedobáljuk az imákat, aztán túloldalt kijön a kegyelem. Nem így van? Nem. Hogy kicsit van sem. Akkor? Én azt látom most is, hogy egyrészt tényleg igaz ez a mondás, hogy ahol becsuknak egy ajtót, ott kinyitnak, lehet, hogy nem is egy ablakot elsőre, hanem csak egy szellőzőnyílást, vagy egy kis oxigént kapjon az ember. És néha ez az egy kis oxigén elég ahhoz, hogy mi magunk csináljuk meg az ablakot. Tehát, hogy nekem ez volt az egész életem eddig, hogy én nem, még ablakot sem nyitottak soha nekem mindig az volt, hogy kaptam egy kis levegőt. És ez a kis levegő, azt hiszem, hogy ez volt a kegyelem, amit kaptam, de aztán rajtam múlott. Tehát, hogy nekem föl kellett ismernem, hogy jó, most én leszek az, aki ebbe a kis verembe fogom a fogkefét, és azzal kell ablakot csinálnom, és addig gyaszítolom a falat, amíg nem lesz ott egy rés, és ki nem mászok innen. De neked szorongásokkal telt az is, amikor megtaláltad ilyen értelemben gyakorlati úton is a te életfeladatod, nevezetesen a sinrendező leszel, hogy te csinálhatod-e azt, amit szeretnél, ellenben például az őseiddel, akiknek azt kellett csinálni, amit kellett, és nem tehették azt, amit szeretnének. De nem ez lenne az élet egyik kulcsa, és a boldogság egyik kulcsa, hogy azt csináljunk, amit szeretnénk? Dehogy nem, azért éreztem én is azt, hogy talán én is tartozom nekik, tehát tartozom a családomba lévő fantasztikus embereknek, akik tényleg végig kellett küzdeniük a 20. századot, és elképesztő sok megpróbáltatáson keresztül próbáltak tiszta embernek maradni, de önazonosnak is, és mégiscsak eltartani családot, gyerekeket, hogy ezt a küzdelmet én valahogy gyümölcsöztetem most. Tehát, hogy talán én vagyok az első generáció, én 90-es generáció vagyok, aki megteheti azt, hogy itt van, kinyílt a világ. Tehát, hogy én már élhetek ezekkel a lehetőségekkel, amikkel 50-60-80 évvel ezelőtt, hát nem nagyon lehetett, hozzáteszem. Az én dédszüleim, meg nagyszüleim példája nagyon-nagyon csodálatos, mert ők azért valahol mégiscsak egy olyan pályára álltak rá, meg egy olyan területen dolgoztak, amit szerettek. Tehát valahol ők ezt szerették, az más kérdés, hogy mondjuk az ő művészi vénájukat, azt nem tudták megélni, mert azért a gyakorlat az volt, hogy akkor éjjel halunk. A te dédszüleidnek meg aztán igazán mesébe illő szerelmi története van, ugye? Igen, de ez egy olyan mesébe illő szerelmi történet, amiből lassan filmet fogok írni, úgyhogy ebből sokat nem szeretnék elárulni, megmondom őszintén, hogy egy kicsit babonás vagyok ilyen szempontból. De igen, tehát az, hogy ők Erdélyből hogy kerültek át aztán Budapestre, hogy mi küzdötték keresztül magukat, az egy csodálatos történet. Milyen példa neked? Az emberségre, tehát arra, hogy igazából meg a kitartásra, tehát arra, hogy ők képesek voltak a leglehetetlenebb helyzetekben is, amikor körülöttük hullottak le a bombák, Kolozsvárt bombázták az amerikaiak, vagy utána ugye jöttek be a szovjetek, tehát hogy ők teremtettek egy olyan oázist, amiről a nagymamám úgy mesél, hogy az ő gyerekkora nem krízis volt, hanem egy ilyen mesés, játékos világ, ahol a borzalmak közepette. Ahol Bach kantátákat énekelt neki az ő édesanyja, az én dédim, tehát hogy olyan kulturális gazdagságban nőttek föl, az én dédnagyapám fejből tudta János Vitézt, és akkor szavalta nekik, tehát hogy az a világ volt, ahol őket ez a magyarságuk, meg ez a kultúra szeretetük, ez életbe tartotta, és ők ezt megteremtették, tehát az én nagymamám nem egy megkeseredett nagymama, hanem máig egy élénk, de mind a két nagymamámról elmondható, hogy mind a ketten egy nagyon élénk, nagyon érdeklődő természetű emberek voltak. Én azt látom, hogy szeretni valakit, vagy szerelmesnek lenni, az egy olyan szín, ami kiszínezi a fekete-fehér filmet talán. És ilyen szempontból mi kapcsolódik is a játékfilmemhez, hiszen ott nagyrészt fekete-fehér filmet nézünk színes részletekre, az se véletlenül, miért van benne színes a nagy sok fekete-fehérbe. De azt gondolom, hogy tényleg egy olyan szín a szerelem, meg valakinek a szeretése, ami egyszerűen a zöldnek zöld szint ad, a kéknek kék szint ad, és nem csak formák meg foltok vannak körülöttünk. Tényleg nagyon be tud szűkülni az ember világa, amikor nem szeret, vagy nem szereti a másik embert. És az tény, hogy aki szeret, meg szeretve van, az képes olyan dolgokat meglépni, meg képes olyan elszántsággal küzdeni, ami egy másik helyzetben lehet, hogy nem tudna megtenni, vagy nem merne. Megsokszorozza az erőnket, a kitartásunkat, a teljesítőképességünket,
Kvázi egy ilyen legális doppingszer, szokták volt mondani. Így van, abszolút, abszolút. Én ezt abszolút hiszem, és... Te szerelmes típus vagy? Igen. Nagyon határozottan az vagyok. Igen? Igen. Tehát könnyen vagy szerelmes, vagy nagyon vagy szerelmes, vagy könnyen és nagyon vagy szerelmes? Könnyen tudok szerelmes lenni, de nagyon szerelmes lenni, ahhoz nekem is idő kell. Volt az életem első látásra szerelem, és az nagyon nagy szerelem volt, és az ikletett két filmet is, amit... Ez a Katapult és az első. És az első kettő, mind a kettőt. Uh-huh. Egy olyan szerelem ikletett, ami lényegében egy első látásra szerelem volt, egy nagyon nagy szerelem volt, tényleg egy ilyen földrészeket összekötő szerelem volt. Tehát ez volt külföldi első. Külföldi volt ez a lány. Külföldi, igen, amerikai lányról beszélünk, igen. Tulajdonképpen ez a két film valahol az elválásról is szól, uh-huh, ugye? Uh-huh, uh-huh. Tehát, hogy a rózsaszín ködbe felhőként oda ovászkodik a bürokrácia, a hétköznapok keserűsége, a kulturális különbség, és végül is elválnak. Uh-huh. Viszont nagyon szépen fejezted ki magad, azt mondtad, hogy az elválásban az a jó, hogy az a szép, hogy ráébreszt minket arra, hogy valami nagyon szép dologtól búcsúzunk. Igen, azt gondolom, hogy ez a nehez a távkapcsolatnak, meg a szépsége is egyben, hogy a másik ember egyrészt végessé válik. Tehát én azt mondom, hogy egy távkapcsolat kicsit olyan, pláne amikor ennyire távoli két ember van, tényleg a föld két pontja között van kapcsolat. Egyszerre van egy olyan érzésünk, hogy folyamatosan szakításban vagyunk, tehát folyamatosan szakítanunk kell, mert valahol ez történik, tehát nem normális, nem arra vettünk kitalálva, hogy 3-4 hónapig külön éljünk attól, akit nagyon szeretünk, van ilyen 6 hónapig, és akkor ilyen 2-3 hetig lássuk egymást, hétig lássuk egymást, és szétessen az egész. De emiatt nagyon különleges és nagyon jelentős tud lenni a másiknak a személye. Tehát ilyenkor érezzük azt, hogy milyen egyszerű lenne, hát itt van csomó gyönyörű magyar nő, vagy fantasztikus magyar nő, akivel ugyanúgy lehet, hogy boldogan leélném az életem, és mégis nekem ez az amerikai, kaliforniai lány a különleges, az egyetlen, akit éppen most látok, és hajlandó vagyok várni rá hónapokat. Nagyon-nagyon szépen megmutatja azt, hogy mennyit ér a másik, tehát mennyire fontos számunkra a másik ember, hogy mennyire nem igaz az, hogy az emberek csak úgy felcserélhetők lennének. Igen, de annak a misztériumára még senki nem jött rá, hogy ez mi múlik. Ugye Oster írja az egyik regényében, hogy miért szerette a másikat, a főhős, és azt mondja, hogy hát erre nem tud válaszolni, csak. De van-e annál izgalmasabb kérdés, mint a csaknak a misztériuma, írja Oster. Én is olvastam Ostert, szeretem. Igen, ez valóban, ez egy misztérium, ez szerintem ennyire megszeretni valakit, ez egy kegyelmi, tényleg egy kegyelmi állapot, hiszen ilyenkor tényleg azt tapasztaljuk meg, ami a mesékben van, meg a legnagyobb ilyen filmekben láttunk, hogy ez nem csak elkészült, ez nem csak valaki hazudott erről, szokták mondani ezek a hazug hollywoodi romantikus filmek, tehát ezeket valaki megírta valami miatt, a Rómeó és Júliát megírták valami miatt, tehát ezek nagyon mély emberi tapasztalatok, és ezek valódi emberi tapasztalatok, és azt gondolom, hogy független attól, hogy az ember életében vannak búcsúzások, meg nem mindig az élet végéig maradunk együtt egy másik emberrel, egy-egy ilyen találkozás, vagy egy-egy ilyen szeretés, szerelem, az már akkor is számít, akkor is jó, hogy volt, hogyha vége van. Tehát egyszerűen azért, mert olyan gazdagságot ad az embernek, olyan önismeretet ad, és egy olyan különleges állapotba kerül az ember, hogy ezt nem lehet elfelejteni. Tehát ha tudjuk, hogy egyszer már volt ilyen, akkor már látszik, hogy az életben van egy olyan varázslat, egy olyan értelem, ami talán nem is értelem, de egy megfoghatatlan varázslat, tényleg csoda. Tehát egyszer, ha egyszer már volt ilyen, onnantól a világ nem lehet ugyanolyan. Tehát igen, nem de lehet mi ugyanaz. A biztosíték, és talán ezen kezd el az ember sokszor keseregni, hogy mi a biztosíték arra nézve, hogy még lesz ilyen? A sok szenzációs film, ami arról szól, hogy újrakezdő emberek újra találkoznak. Szóval most viccen kívül persze, ez a nagy kérdés. Hogy ugyanazok? Nem ugyanazokra gondolok, nem, ez most nem amiért fel kell a nap trilógia, meg hasonlók, nem, nem tényleg én is látom azt, amikor azt gondolom valakiről, hogy ő neki már megvolt a csodás kapcsolata, hogy jön egy másik, és környezetünkben is vannak ilyen történetek, haláleset például, egy csodálatos párnak meghal az egyik tagja, és azt gondolod, hogy ezzel vége is, és az özvegy az pár évvel később találkozik valakivel, akivel kivirul újra, és ez tényleg, ez csodálatos, szóval egyszerűen... De ennek mi a nyitja? Ez mi múlik? Ez rajtunk múlik, kegyelem, ahogy te nevezted, uh-huh, uh-huh. Tehát, hogy kell valami a szerencséből is, a vakvéletlenből is. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Rájöttél-e valamire, te, mint romantikus álmodozó?
Szóval sok türelem, meg nyitottság kell itt azért, szóval kell időt hagyni magunknak. Tehát én is egy ilyen kapcsolat után, amiben voltam, 2 évig talán képtelen voltam azt érezni, hogy bárkit meg tudok újra szeretni. Tehát tényleg olyan ez érzés volt. Az amerikai lány után. Uh-huh. Igen, tehát az nekem minimum 2 év volt, hogy azt éreztem, hogy nem tudok úgy érezni senki iránt semmit, sőt nem is nagyon szeretnék, megmondtam, az volt bennem. Egy kicsit olyan volt, mintha tényleg meghalt volna az a másik, annyira nagy érzés volt, és annyira nagy dolog ért véget akkor, hogy természetesen, tehát én is akkor azt éreztem, valószínűleg ilyet nem fogok többet érezni, és megmondom őszintén, nem is éreztem azóta klasszikusan ugyanazt, de azért azt gondolom, hogy minden ember más, tehát hogy máshogy szeretünk különböző embereket, és talán ezt kell megérteni, hogy na, az a hiba talán, amikor azt keresünk, hogy ugyanúgy fogunk érezni, mint 18 évesen, és visszasérjük a 18 éves első nagy szerelmeket, pedig ez nem lehetett más. De azt hiszem, hogy érik az ember, ahogy idősödünk, minden kornak megvan a maga szépsége, meg az emberek máshogy szépülnek. Tehát az idővel azt gondolom, hogy szépülünk valahogy, legjobb esetben azt gondolom, hogy azért szépülnek az emberek a korral, és máshogy szép például megszeretni egymást 30 évesen, mint 20 évesen. Hát meg máshova kerülnek a súlypontok valószínűleg. Igen. Azért az idő előre haladtával életkori sajátosságok miatt az ember azért már másfajta preferenciákkal él. Uh-huh. Te ugye naplót is írsz. Írtam. Mostanában alig. Miért ennek? Mi az oka? Miért maradt el? Most csak figyelek. Tehát én nekem most olyan időszak van az életemben, hogy inkább figyelek kifelé. Igazából azt látom, meg azt kell megértenem, hogy amire én azt gondolom, hogy evidens, az másnak nem az. Tehát ezeket a dolgokat kezdem fölismerni, és azt gondolom, és a szakítás is nekem erre volt talán egy segítség, hogy amikor egy ilyen nagyon nagy megrázkódtatást él át az ember, vagy legalábbis számomra ez olyan volt, hogy egyszerűen érzékenyebbé tett mások iránt, és elkezdtem rájönni arra, hogy nagyon sokféle igazság létezik körülöttünk. Szóval például a kapcsolatomban is nagyon biztos voltam abban, hogy amit én gondolok a világról, az biztos, hogy rendben van, az helyes, hiszen én végigéltem, én ezt nagyon. És most vagyok ott például, és ez érvényes bármire, teológiai, politikai értelemben, hogy egyre inkább azt érzem, hogy többet kéne beszélgetnünk, hiszen ezek a beszélgetések által olyan emberi tulajdonságok jönnek a felszínre, amit egyből először lesöpörnénk, azt gondolják, hogy a másik ember az egy idió, tehát hogy milyen ilyen a haja, így öltözik, erre a pártra szavaz, hát biztos, hogy semmi közünk egymáshoz, és kiderül az, hogy milyen sokféle igazság van egymás mellett, és amire nagyon rá kellett, hogy jöjjek, hogy hányféleképpen küzdünk a szeretetért, meg az elismerésért, meg a biztonságért. És ez az élmény azért egy nagyon meghatározó dolog. Szóval amikor arra jössz rá, hogy hát ez a Ferenc pápai mondat, hogy ki vagyok én, hogy megítéljem őt. Tehát, hogy és ez különben a jézusi mondat is, hát ezt 2000 éve leírták, csak nem tanuljuk meg egyszerűen, tehát ezt kéne memoriternek föladni sokszor, hogy tényleg, tehát, hogy a másik embernek az embersége, tehát mind ugyanúgy küzdünk a szeretetért, a boldogságért, és ezt talán, ha kicsit megértenénk, akkor elkezdhetnénk a másik embert egy más színbe látni, sokkal testvériben látni, és ez nem azt jelenti, hogy együtt kell élni vele egy háztartásban. Nagyon jó, hogy be lehet csukni az ajtót, ez egy szuper dolog néha. De hogy, szóval engem ez irányba tett érzékenyé, ahogy hallgatok olyan embereknek a történeteit, akikre azt gondolom elsőre, ugye, vagy a mondjuk teológia azt mondani, hogy bűnös ember. Mi az, hogy bűnös ember? Én például ma nem tudom megmondani konkrétan, azon túl, hogy persze megölni egy másik embert, az egyértelműen értjük, hogy miért bűn, de hogy ez nagyon, nagyon komplex, és szerintem nagyon sok alázatot tanít az embernek ez. Hát szokták ott mondani például egy szakításnál, hogy 3 verziója van egy ilyen történetnek. A tied, a lányé és az igazság. Mondta ezt valaki bómóként. De erre ezek szerint akkor egységnyitó idő után jöttél rá, hogy a saját igazságot azért az nem feltétlen fedi mindig. Igen. A valóságot. Igen. A filmírása is ilyen volt különben. Tehát ott már egy kicsit eltoltam magamtól ezt a történetet, az én történetemet, és igyekeztem úgy megírni ezt a játékfilmet, hogy próbáltam megérteni talán jobban is a lányt, mint magamat. Tehát végül azt érzem, amikor megnézem a készfilmet, hogy talán nagyobb szeretettel is beszélek erről a lányról, mint saját magamról. Talán saját magam felé kicsit kritikusabb vagyok, vagy ahogy írtam a karakterről, ami az én élményeimben alapul, talán keményebb voltam picit magammal. Viszont azt mondod, hogy a naplóidban azért jobbára a rossz dolgokat szoktad följegyezni, sem mint a jókat, és hogyha valaki ezt úgy föllapozná és elolvasná, azt gondolná,
Hát még egy ilyen keserű, bánatos figurát keveset ismerek, mint ő, holott nem erről van szó. Hát látszik rajtad, hogy egy életigenlő és egy boldog ember vagy. Szerinted miért az ragad meg most elrugaszkodva a naplóírás praktikumától az emberben sok esetben, és tartja fontosnak mindezt rögzíteni? Azért, mert nehéz megállni. Tehát, hogy a rossz élményeket rohanva is érezzük. Tehát ahhoz nem kell elcsöndesedni. A rossz élmények olyan nyomással tudnak rajtunk lenni, hogy egy futóverseny alatt is folyamatosan visszük a hátunkon. Tehát igazából az a baj ezzel, hogy az a nehéz, amikor ilyen sok dráma éri az embert, meg egy nehéz világba élünk azért ma is nagyon, hogy nagyon könnyű ezzel leragadni ennél a rossznál, és erről írni, meg ezt kiírni magunkból. Ez egy klasszikus dolog, amikor sok súly van az ember lelkén, azt úgy kiírjuk. De azért az az igazság, hogy én a verseimbe írok sok szépet le, azt hiszem. Tehát, hogy és talán most már nevezhetem versnek, mert párat ki is adtak nyomtatásba, még a Credo evangélikus folyóiratba tavaly. Nagyon fura élmény is volt, hogy ezeket mások is értékelik, mert ezeket én abszolút magamnak írogattam le. De általában én a versekbe fejeztem ki az örömöt vagy a szépséget. A naplóban meg valahogy, ahogy kiömlött belőlem az éppen aktuális bánatom, haragom. Nem arról van szó, hogy te magad is említetted, hogy sok esetben valaminek a végekor elkezdünk búslakodni, szenvedünk, holott, ha egy másik optikát alkalmaznánk, nekem ez veszőparipám, ahogy Márquez írja, ne bánt, hogy véget ért, örülj, hogy megtörtént. Tehát valahogy hajlamosabbak vagyunk a búnak teret adni, semmint annak örülni, hogy történt velünk valami jó. Igen, és ez meg kell állni. Tehát ez az igazság, hogy ezt kell tanulnia talán az embernek, hogy meg kell állni bizonyos életesemények után, és ezt az ünnepnek is nevezhetjük. Tehát, hogy nem véletlenül vannak ünnepek az életünkben, most akár állami, akár egyházi vallási ünnepek, ezek azt gondolom nagyon fontosak, ugyanúgy ezek a rítusok, ezek pont arról szólnak, hogy az ember megélje azt, hogy ami történt, meg ami van, egy kicsit így lássuk az egészében, és lássuk azt, amit pont mondtam is, hogy amit én már tudok mondani, hogy attól, hogy vége van egy nagy szerelemnek, egy nagy kapcsolatnak, attól tudom értékelni, sőt, hát hálát adhatok érte, hogy én ezt megéltem, hogy én tudok róla, hogy ez van. És persze, első reakció, amikor az ember csak rohan föl alá, mint a mérgezett egér, akkor ez, hogy mennyi minden bajunk van. De azt gondolom, még betegségbe is, tehát ott is meg lehet egy pillanatra állni, és azt nézni, hogy milyen csoda, hát én már mennyi ember túléltem. Tehát én például 32 évesen azért sokat gondolkodok azon, hogy például az egyik legnagyobb vallás alapítónak 33 év jutott. Tehát, hogy igazából milyen döbbenetes az, hogy amikor így állandóan félünk attól, hogy jaj, meddig fogunk élni, és ezt tervezgetjük, és nagyon hibásnak látom ezt a gondolkodásmódot, mert meg hogy az élethosszig tartó, nem tudom, biztosításokat megkötjük, és akkor azt hiszük, hogy ez biztos, és állandóan szorongunk emiatt, mert mindig tervezzük, hogy majd a 80-ban mit csinál, 80 éves korunkban majd akkor jó lesz, addig szívunk, akkor majd jó lesz. Én elképesztően nem szeretem ezt a gondolkodásmódot, és ezért nagyon fontosnak tartom ezeket a szüneteket, a tudatos megállókat kell betenni, mint a metrónál, hogy meg kell álljon. A metró végigfut, akkor semmi értelme nincs, minden ember csak úgy föl alá rohangál. Tehát muszáj, hogy megálljunk, ezek a megállók adnak nekünk teret és lehetőséget arra, hogy érezzük azt, hogy egyáltalán élünk, hogy ez jó. Hát maradjunk ennyibe. Ennél jobb végszót nehezen tudnék most elképzelni. Nagyon szépen köszönöm. Én is köszönöm szépen. Mérő László és Szövényi Lux Balázs is egyetértett abban, hogy a szerelem az egyik leghatékonyabb legális doppingszer. Ki tárgyilagos tényekkel, ki az érzelmek felfoghatatlan hatóerejével magyarázta, hogy már csak ezért is élni jó.